Köszöntöm a Telena magazin nézőit. Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Adventi kavalkád a Tolnai Magházban. Kovács Alice sikerét ünnepelték. Workshop. Méviaszos kendőt és ajakápolót készítettek Tolnán. 20 éves a Tolna Mözsi Futszál Sport Egyesület. A jubileumra egész napos ünnepi programmal készültek. Közös készülődéssel hangolódtak az adventi időszakra Tolnán a Magházban, ahol saját kezüleg készített dísztárgyakat gyártottak kicsik és nagyok. Itt is tisztán láthatóvá vált az adventi időszak lényege, azaz együtt lenni, jól érezni magunkat együtt, ezzel pedig egy szeretettel teli biztonságos közeget teremteni mindannyiunknak. Erre pedig nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is szükségük van, amire jó alkalommal szolgált ez az esemény is. A karácsonyi ünnepvárás időszakának egyik jele, hogy megkezdődtek az adventi kézműves foglalkozások. Tolnán, a kulturális központban várták azokat, akik otthonaikat asztali vagy ajtódíszekkel akarták szebbé tenni. Kis kézműves tanoda vezetésével kézműves foglalkozást szervezünk évente egy adventkor, karácsonyváráskor, és nagyon sokféle dolgot lehet készíteni, mindenféle díszeket. Gyertyákat, koszorúkat, kis csizmákat, asztaldísz, ajtódíszek kerülnek ki a gyerekek kezéből. Felnőttek és gyerekek egyaránt részt vesznek a foglalkozáson. A városban több éves hagyománya van az adventi kézműves foglalkozásnak, ahol minden évben igyekeznek más-más jellegű tárgyakat készíteni. Az alapanyagot ezúttal is a Magház biztosította, de voltak olyan résztvevők is, akik ehhez még a sajátjaikat is hozzátették. Az elkészült díszeket a résztvevők hazavihették. Minden évben jövünk a magházas karácsonyi kézműves szervezésre, hiszen ez mindenkinek nagyon jó. Nagyszülőnek, gyereknek, anyukának, apukának. Itt mindenki megtalálja azokat a nagyon fontos, nagyon jó érzéseket. Ráadásul nem csak a családi összetartozást, hanem azt is meg lehet itt érezni, hogy itt mindenkit szívesen látnak, nagyon szívesen vesznek itt részt úgymond az alkalmazottak is ezeken a délutánokon, és mi most már itt vagyunk negyedik éve, én az unokáimmal, és most is már ahogy beléptünk, abban a pillanatban megtalálták azt, amivel ők szívesen elkezdtek foglalkozni, és olyan szép kis ajándék tárgyakat és olyan szép kis kedvességeket viszünk haza, hogy ez biztos, hogy minden megajándékozottnak óriási élmény, mert ők készítik a saját kezükkel. November 25-én hosszabb kihagyás után ismét együtt próbált Kovács Alice és a Walking Mama zenekar. A közös munka háttérbe szorult az utóbbi időben, mert Alice minden idejét lekötötte a Voice tehetségkutató műsorra történő felkészülése. Most, hogy véget ért Alice számára a megmérettetés, összejött barátaival egy kis örömzenélésre, hogy az elmúlt időszak sikereit megünnepeljék. A Walking Mama próba mindig nagy örömmel kezdődik, igazából ez a mai próba is nagy boldogsággal tölt el, mert már nagyon rég nem láttam őket, és ezek a kis kedves, aranyos lelkek nekem készültek étellel, pezsgővel, mindennel, úgyhogy megünnepeljük az eddigi utamat, hogy mi történt így az elmúlt egy hónapban. A Walking Mama zenekar tagjai nagy tisztelettel vannak Alice tehetsége iránt. A zenekar már egy éve működött, amikor Alice csatlakozott hozzájuk. Varga Tibi, az együttes vezetője szerint ez egy férfias blues rock zenekar, és ebbe nem annyira illett bele egy fiatal lány hangja. Végül annyira jól sikerült Alice részéről a bemutatkozás,
hogy az azóta eltelt 6 év alatt számos közös fellépésük volt. Hát az együttes név, ez a blueshoz kapcsolódik. Sok évig az öcsémmel együtt zenéltünk ebben a zenekarban, aki szájharmonikázik, egy nagyon kitűnő blues szájharmonikás, igazi bluesman, és ő vett egy olyan könyvet, amely a Chicagói Blues Fesztiválra szólt. Ezt a könyvet egy pécsi zenekar, a Pécsi Magasfiú Dalárdája nevezetű zenekarnak a gitárosa írta, aki kiment Chicagóba, megnézte ezt a blues fesztivált, akivel tudott riportot készített, és felmérte ott még a számottevő blues zenekarokat. És volt egy olyan blues duó, amit Cephas and Wiggins nevezetű blues duó, és azoknak az egyik számának a címe ez a Walking Mama, és amikor ezt a könyvet kiolvastam, akkor ez nekem nagyon megtetszett, és innen jött tulajdonképpen név. Aztán igaz, hogy azóta már a bluestól egy kicsit elhajlottunk, mert nagyon sokfajta zenét szeretünk, és sokfajta zenét szeretünk játszani is, de a név az megmaradt. A zenekar egy kis épületben tartja próbáit, kivétel nélkül mindig remek hangulatban. Most is fantasztikus dalokkal kápráztattak el bennünket. A zenekar tagjai Varga Tibi szólógitár, Deák László ritmusgitár, Ludányi Miklós basszusgitár, Mosberg Zoltán dob, Zsolnai Beatrik zongora, Gutpintér Edit vokalista, továbbá 3 fúvós, akik nemrég csatlakoztak a csapathoz. Alice beszélt nekünk a Voice tehetségkutató versenyről, további terveiről is. Eddig még nagy változást nem érzek az életemben, főleg, hogy most ide visszacsöppentem a megszokottságba. Bízom benne, hogy azért sokkal több lehetőséget kapok majd ezáltal. Most egyelőre egy zenei kiadó van mögöttem, amit ez adott, és az majd biztosan fog előre lépéseket kreálni. Miklós Erika volt a mentora, akivel azóta is jó kapcsolatot tartanak fenn, és készülnek a jövőben közös munkára is. Mi kapcsolatunk nagyon különlegessé vált így a hetek alatt. Igazából csodálatos az, hogy véget ért, de még mindig van, hogy felhív, érdeklődik, beszélgetünk, meg hát vannak terveink is. Lesz majd egy műsorunk, hogyha minden igaz, egy ilyen sanzon éneklésről szóló műsor, amivel majd szeretnénk járni így vidéken mindenfele. Úgyhogy ilyen kapcsolatot tudunk majd továbbra is létesíteni, hogy fennmaradjon a kapcsolatunk, ezt kitaláltuk, hogy akkor így megalkotjuk. A karantén ideje alatt Aliz úgynevezett tömbelső koncerteket tartott Pakson. A Csengei Dénes Kulturális Központ vezetőjének az ötletét valósították meg, miszerint a panelházak közötti tereken történő zenéléssel, énekkel szórakoztatja Aliz a közönséget. Ezzel egy kis kultúrát szeretett volna adni az embereknek, akiknek otthon kellett maradniuk, és egy kicsit minden beszürkült ebben az időszakban. Méviaszos kendő és ajakápoló készítő workshopot tartott a Fogol Családi Méhészet a Tolnai Kulturális Központban. A méviaszt pamutanyagba vasalták. Az elkészült terméket ezt követően például csomagoló eszközként lehet felhasználni. Az ajakápolók kakaóvajjal és körömvirágolajjal készültek. Az esemény az egész novemberben tartó egészséghónap keretében valósult meg. A kis méhek, mikor kikelnek a sejtekből, egy úgynevezett bábing marad a sejteknek a belsejébe, és ez bizony színeződik, használódik. A méhészet témaköre is megjelent a Tolnai Kulturális Központban a novemberi egészséghónap keretében. Az érdeklődők a Fogol Családi Méhészet közreműködésével méhviaszos kendőt és ajakápolót készíthettek. Bush Amália szerint az emberek többségének a méhészetről és a méhekről a méz jut eszébe, de számtalan olyan termék is elérhető még, ami hasznosítható és egészséges. Ezen a rendezvényen mi méhviaszos kendőket fogunk készíteni. A méhviaszt azt a méhek állítják elő, vannak nekik viasztermelő mirigyeik. Ők építkezésre használják a kaptárba. Ugye ezeket a jellegzetes hatszögletű hexagon sejteket építik ki belőle, amiben méz kerül, a méhanya petézik bele. Ezeket a kereteket, amiben a méhek mézet oltanak, ezek egy idő után elhasználódnak, és mi ezt leszoktuk selejtezni, kiolvasztjuk belőle a méhviaszt, és mi ezt fel tudjuk használni. Egyrészt visszarakjuk a méheknek műlép formájába, hogy újra ki tudják építeni. A méhviaszt a kőolaj felfedezése előtt világításra is használták, de például gyertyaöntésre is alkalmas.
Az eseményen a viaszt pamut anyagba vasalták. Tiszta pamut anyagba, hogyha ezt a mély viaszt beleáztatjuk, belevasaljuk jelen esetben. Ez egy alternatív csomagoló eszköz. Kiváltható vele az alufólia, a folpak. Ez a kendő tulajdonképpen számtalanszor felhasználható. Nedves ruhával kell csak áttörölni. Enyhe tisztítószerrel, hogyha valaki kicsit szennyezettebbé válik, akkor enyhe tisztítószerrel át tudja törölni. Uzsonnát lehet belecsomagolni, élelmiszer csomagolására alkalmas. Szendvicseket bele lehet ugye csomagolni, keltésztákat lefedni vele, nedvességet megtartja például. A vendégek ajakápolót is készíthettek. Az ajakápolóba keverünk most jelen esetben majd egy kis kakaóvajat, meg körömvirágolajat. A körömvirágolajba ugye rendkívül sok jó gyulladást csökkentő hatóanyag megtalálható. A kakaóvaj táplálja a bőrt, a mélyviasz pedig meg fogja akadályozni, hogy kiszáradjon a bőr. Ez az ajakápoló, amit itt fogunk készíteni, ez egy kicsit keményebb, mint a klasszik ajakápoló, viszont nagyon sokáig fönnmarad a bőrön. Ez alkalmas egyébként például zsepitől kidörzsölődött orr ápolására is, berepedt bőr ápolására is, hogyha valakinek télen ugye a hidegtől kikérgesedik a bőre a kezén például. Bús Amália a jövőben is szeretne hasonló workshopokat tartani. Most következzék két kulturális programajánló. December 9-én szombaton kerül sor a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar adventi koncertjére. A díszvendég Andrés Álvarez spanyol zeneszerző, akinek a Tátos című művét a koncerten hallhatja először a közönség. December 10-én szintén a Lovardában lesz Szulák Andrea műsora. A koncert előtt kézműves foglalkozásokkal és adventi vásárral várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Most rövid reklám következik, kérem tartsanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a 2024-2025-ös tanévben is várja leendő diákjait. A továbbtanulás előtt állóknak 4 és 6 év folyamos képzést, emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatást kínálunk. Korszerű környezet, felkészült pedagógusok, családias légkör, remek közösség. Legyél te is részese! Ha
A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Baja és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. 20 éve alakult a Tolnai Mözsi Futszál Sport Egyesület. A jelentős jubileumot egésznapos programokkal ünnepelte a klub Tolnán. Az eseményen bemutatták a lány és a fiú utánpótlás csapatokat. Köszöntött tartott Simon Boglárka és Simon Ferenc, az egyesület elnöke és elnök helyettese. A nap során megmérkőztek a jelenlegi és a régi férfi felnőtt csapatok, továbbá az U17-es és a felnőtt korosztályú lányok. Fennállásának 20 éves jubileumát ünnepelte a Tolnamüzsi Futszál Sport Egyesület. Az eseményen férfi és női mérkőzéseket rendeztek. A nap célja a visszatekintés volt az elmúlt két évtizedre és az ez idő alatt elért sikerekre. Már olyan dolgokat tudunk felmutatni, amit érdemes elmondani a mai fiataloknak, a mai generációnak, hogy honnan indult ez az egyesület, miért érdemes nekik is itt maradni, küzdeni és tovább dolgozni, mert nagyon bízunk benne, hogy ez a fejlődés ezt töretlen marad, és még rengeteg nagy élményt és sok élményt, jó eredményt fog hozni. Az egyesület életében sok fontos esemény történt a megalapítás óta. Amikor Gyurival elhatároztuk, hogy újat alakítunk, és más megközelítésre fogjuk kezelni az egyesületet, döntő volt. Döntő volt szervezetileg a külön szervezése a női NB1-es futsal csapatnak. Ennek elsősorban anyagi oka volt, illetve a TAO törvénnyel függött össze, mert női felnőtt csapat versenyeztetésére nem kapunk olyan támogatást, mint ha amatőrként működtünk volna tovább. Döntő dolog volt minden olyan beszerzésünk, ami lendített, segített a szekérem. Eredményeket most azért nem mondom, mert azok jöttek folyamatosan, és nyilvánvaló minden eredmény, minden pozitív eredmény csak erősített bennünket, és arra regresszizált, hogy csináljuk és hajtsuk tovább, ezt meg érdemes csinálni. De azért a Magyar Kupa győzelmet kiemelném, mert ez a legnagyobb eredmény a klubunknak a elmúlt éves történetében, amit 5 éve szereztünk meg. Illetve most ez a csarnok projekt azért ez egy kirívó dolog, és erre rendkívül büszkék vagyunk, de ugyanakkor nagy a várakozás magunk felé is, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. Ez egy rendkívül nagy kihívás, amit Bog is megemlített a beszédében. Az eseményre meghívtak jelenlegi és korábbi játékosokat, edzőket is, akik valamilyen formában hozzájárultak a klub történelméhez. Horváth György a felnőtt lánycsapatot irányította egykor. Az én történetem a lányommal kezdődött, 7 évesen került ide, még 2000-es évek elején, még a legelején, amikor beindult a Feri bácsi által említett focisuli a lányokkal. Őt hoztam át, én egyébként Faddon edzősködtem, és 2011 környékén vagy 10 környékén kerestek meg, de lehet, hogy egy picit előbb, hogy jöjjek ide az akkori NB2-es csapat edzőjének. Ezt csináltam 5 évig, és az utolsó évben az NB1-es csapatot is egyébként átvettem. A legszebb élmények az NB2-es csapat felépítése volt. Ugye egy nagyon sikeres csapat lett, nagyon sokan felkerültek NB1-es szintig. Valaki most is ugye a
Feri bácsi említette, hogy válogatott, ugye a Fábi Erebi is abban a csapatban kezdte, tehát a felnőtt karrierjét, előtte már itt volt az utánpótlásban. Ez egy nagyon, nagyon szép és jó időszak volt. Sok sikert elértünk velük, tehát rájátszásba jutottunk felsőházba, MB2-be. Én úgy gondolom, hogy az egy ilyen fiatal 15-16-17 éves lányokkal egy nagyon jó eredmény volt. Illetve amikor az NB1-hez kerültem, akkor abban az évben Magyar Kupa ezüstérmet ért el a csapat. A nap folyamán megmérkőztek egymással a jelenlegi és az egykori férfi felnőtt csapat játékosai. Merkel Dániel a most NB3-ban szereplő gárda kapusa, de már hosszú évek óta az egyesület tagja. Nagyjából 2010 óta futszálozok, ugye mellette nagy pályáztam is, de akkor futszált választottam, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy nem bántam meg. Eredmények, országos bajnoki cím, kétszer harmadik hely, tavaly MB2, sajnos nem sikerült annyira, de azért volt sikerélményünk is. Most megvezetjük veretlenül az MB3-ot, ebből 6-ból 6 cél visszakerülés, és reméljük, hogy ha meg lesz a feljutás jövőre, de még messze van, hogy stabilak legyünk, de hát az kicsit több támogatás kell a férfi részére. Most már 2016 óta vagyok felnőtt kerettag és játékos, meglátjuk mi lesz. Remélem azért megmaradunk mint csapat, mert ugye tavaly kiestünk, de megmaradt a mag, senki nem ment el, jöttek újak is, úgyhogy maradok itt Tolnán, de lesz egy jobb megkeresés, akkor természetesen oda. Az öreg fiúk azért mindig kemények, úgyhogy még az öreg fiúban van egy 2-3 játékos, aki nálunk játszik, ugye kell a rutin, meg a tapasztalat, de azért nagyon-nagyon büszke vagyok az öreg fiúkra, úgyhogy nyertek, utolsó 5 percben megfordították a meccset. Büszke vagyok az én csapatom, vagy a mi csapat felnőtt kerettagra is, ügyesek voltak, az ifi is, még van hova fejlődniük, de csak előre. A szép számban kilátogató nézőközönség az U17-es Tolnai Lányok testnevelési egyetem elleni mérkőzését tekintették meg. Ezt követően a felnőtt lánycsapat fogadta az Újpest gárdáját. Mindkét találkozón hazai, tolnai győzelem született. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!